Nem csak a látszatcsal. Írta Felix Hubi. Rendezte Göze Hoffmann. A gyanúsított körülbelül 35 fokos szögben közeledett a Park Allé felől, miközben kétélű, szarvasagancsos, fogantyús kését már a jobb kezében tartotta, és szúrásra emelte. A helyzet eléggé világos, igaz? Mi? Teljesen világos. Szymanski úr, Königsberg úr kéreti. Szymanski úr, Königsberg úr kéreti. Döntetlen. Igen. Igen. Köszönöm. Hol jártál tegnap előtt este? Hogy hol találkoztam Hollaival, tudod? És? Mi az, hogy is? Na és, hol találkoztatok? Az autópálya pihenőben, hiszen értesítettelek. Na de hogyan? Hogyan? Konspiratív módon, mint mindig. Elmegy a kedve a nevetéstől Szymanski felügyelő, mert látták önöket. A fenébe, kicsoda? Nem tudom. Az alvilág minden esetre beszél arról, hogy Frenzelnek kapcsolata van a közismert Szymanski felügyelővel. Ugye már. Ki mondta ezt neked? Egy informátor. Tehát bomba? Igen, bomba. Hogy a fene enné meg. Igen, úgy van. Hollaival megittam még egy sört. És hol? Nálam. Nálad? Talán a lakásodon? Igen, a lakásomon. Na, bocsáss meg. Újra ki akartuk beszélni magunkat. Mint kollégák, mondhatnám, mint barátok. Az értesülésünk egész biztos. Hollai kapott kenőpénzt is. Azok pénzmosóként is alkalmazták. 3000 márkát már beváltottunk neki. Bocsáss meg, erről semmit se tudtam. Nem is beszéd téma. Igazán nem is tudom. Mondtam neked mindig, hogy ez az egész föld alatti tevékenység egyszer nagy kellemetlenséget okoz, és az ilyen machináció büntethető. Nekem erről más a véleményem. De nekem nem. Szymanski felügyelő. Aj, ugyan, kérlek. És hagyd abba a magázást. Megittem egy üvegsört, jól van. És most mit csináljak? Próbáld meg Hollaival felvenni a kapcsolatot, de az előírások szerint. Csak 19 óra 20 után lehet. Tudom. Na és? Annyi időt várjak? És talán az egésznek semmi értelme. Mit mondtál? Semmit. Az előírások szerint, ahogy akarod. Na hát szörnyű. Ebben se gyerek. Nem gyerek. Ha? Így egy kicsit jobb. És most? Világos. Tessék, 2-6-os. Mi van ezzel a készülékkel? Tegnap este volt a kaput, de nem jön neki megjavítani. Nem tudtad hamarabb mondani, még van benne 20 fenig, azt is számolt hozzá. Figyelj, Hannelore, ne kéresd magad! Én mondom neked! Kit akarsz, srác?
Szoros, de nagyon jól néz. A haja fekete. Mindenre hajlandó. Hannelore, azt mondtam neki, hogy jössz. Lefestettem a domborzatodat. Alig várja, hogy kezelésbe vegye. Na, ne hülyéskedj már. Hannelore, Péter csak bolondozik. De a hangulat szuper. Minden optimális. Hidd el, Hannelore. Egyáltalán tudjátok, hogy Hannelore kívánja. Mi van, mit akar itt? Hannelore, világos választ. Jön vagy nem jön? Oké. Okay. 10 perc is a diszkóban lesz. Na, tűnjetek el innen. Ez mindennek a teteje. Nekem is meg kell beszélnem egy randit. Az ajtót. Gyakran csinál ilyet? Igen, házasság közvetítő vagyok. Kiéhezett lehet a mennyasszony, ha ennyire siet. Igen, Hannelore meggondolta magát, inkább velem találkozik. Ugyan tennem, ne csinálj ilyen maraságot. Egyáltalán mit keresel itt? Hollai nem veszi fel a telefont, és... Te mit csinálsz itt? Szemmel tartom a házat. Mi? Ja, Königsberg, mi? Világos, hogy... meg, és uralkodj. Felmegyek és szétnézek. Most nem mégy fel. Königsberg... Hagyd abba, hagyd! Königsberg világosan megmondta. Csak megfigyelés, semmi akció. Igen, de még nem tudta, mi a helyzet. A parancs világos volt. Halló, ki van ott? Nyisd ki a kaput, én vagyok. Ki maga? Klaus, te vagy az? Ki van ott? Mondja, maga csengetett? Ó, bocsásson, meg mást akartam megnyomni. A szak félre vezetett. Maga csengete? Mi? Ja, bocsánat, Frenzel urat keresem, elnézést. Itt lakik fölöttem. Igen, köszönöm. De most nincs itthon. Honnan tudja, hogy nincs itthon? Elment két férfival. És? Előzőleg nagy dübörgés volt fenn. A butorokat tologathatták, vagy valami köszönöm. Hasonló. Mit csinál ezt? Ki kell hívni a rendőrséget? Mi történik odafenn? Ki kellene hívni a rendőrséget? Én abban nem leszek benne. Csak jöjjenek a rendőrök! Jó estét, Königsberné. A férjét keresem. Simanski vagyok. Köszönöm. Igen, Simanski, jó estét. Hollai lakásában vagyok. Az egészet átkutatták, különben szakszerűen akár mi is lehettünk volna. Mi? Aha, igen. Igen. Igen, Tanner mindent el...
Igen, Tanner mindent elmondott, csak akkor még nem tudta, mi a helyzet. Ugyan, Hollai veszélyben van, és ne tegyek semmit. Hogy képzeled? Ugyan. Mit képzelsz a szolgálati útról? Ne is mondj ilyet. Tessék, ahogy gondolod, vonj felelősségre. Küld a nyombiztosítókat. Der Junge mit dem weißen Pferd, der kommt nicht mehr. Was soll also das Gerede, Hülde, was früher einmal war? Egy pillanat, kérem. Bűnügyi rendőrség igazolja magát. Minden rendben, köszönöm. Bűnügyi rendőrség igazolja magát. Tessék. Köszönöm. Az igazolványát. Jó estét, az igazolványát kérem. Milyen igazolványt? A házi nyúltenyésztők ligájától. Ja, azt. Igen. Azt otthon felejtettem. Hogy értsem ezt? Úgy, ahogy mondtam. Akkor jöjjön velem. Eszem ágában sincs. Gyerünk! Hé, mit jelent ez? Talán bűncselekmény, ha nincs igazolvány az embernél. Jöjjön el érte reggel a lakásomra, majd kidugom az igazolványát. Velem jön, megállapítjuk a személyazonosságát. Hogy gondolja ezt? Hölgyek társaságában ülök itt, velük mi lesz? Gyerünk, ne maráskodj. A te lovaid neked üget. Hé, ne bántsák az urat, aki velünk van. Hopp, gyorsabban, gyerünk. Gyerünk. Hogyhogy? Mi ellenem a kifogás? Na, ne durváskodj! Hagyj békén! Mi ez? Ha most nem megyek, nem is szembeszegülés a hatósági köz, a hivatalos közeggel. Na, jó van, mit lögdösnek? Hát jöjjön velünk nyugodtan. Jó van, megyek, rendben van. Ti pedig várjatok, mindjárt jövök vissza. Nem igaz, mit merészelnek? Mit óhajtanak inni, uraim? Csináltátok ti már ezt jobban is. Térjünk a tárgyra. Ismered Frenzelt? Sok embert ismerek. Tegnap adtál egy tippet. Lehet. A tippet te adtad, igaz? Na és? Tehát igen. Hallgass ide, bomba, ez most nem játék. Pár információ kell, és ha nem mondod, a levegőbe repülsz. Hát, vannak játékszabályok is. Velem nem fog menni. Figyelj ide. Itt most nem a rendőrség ül, hanem Simanski. Nem megy a víz fejedbe. Nem. Vagy pedig ez a rojszolcod, az meg a sofőröd. Nem? Bomba, hagyd abba. Tegyük fel, de csak feltétel. Ha volna egy barátod, rendes, megbízható barátod. Csak nem te vagy az. Oké. Ki áll Frenzel mögött? Jézus vagyok én, mi? Nem. Piti Sejem fiú vagy és hitvány rendőr Spitzli. De ha nem beszélsz, akkor nem sokára egyik sem leszel. Micsoda hang ez? Bomba. Jó lenne, ha tudnál olyan helyet mondani, ahol egyszerűen kitehetnénk. Figyelj ide! Ez ellentmond az összes megállapodásnak, érted? Az összes megállapodásnak! Nem érdekelnek a megállapodások, érted? Nem érek rá! Na gyere, fiacskám! Különben kipurcanok, mi? Fizetek neked egy virslit. El tudod számolni? Egy kör is virslit a fiatalulnak. Kapok csekket. Kérek két márkát. Két márka. Tessék, már csak itt van. Köszönöm. Gyere már. Egy pillanat. Mi a fene? Ez a te privát csekked. De beválthatod, ha akarod. Viszont csak akkor, ha az információid megérik, és magad dönted el, hogy megérik-e. Figyelj ide. Van egy nagy játéküzlet, az Anussel. Anussel? A Margassin? Úgy van.
A főnök neve Kessenich. Ő egész más holmikkal játszik, mint amiket az üzletben árul. Lent pedig van egy hatalmas raktára, háromszor akkora, mint az egész üzlet. Valaki, aki ott elrejtőzködik, reggeltől estig játszhat különféle gyerekjátékokkal, amíg csak ki nem jön. Ott bent nem unatkozik, érted? Amíg csak ott bent van. Beválthatod, ha akarod. Jó mulatást, bomba. Nem vagy képes kinyitni ezt a... Tanner... Tartsd így. Kapcsolt ki ezt a macskát. A fejem. Csönd! Mi van? Nyugalom, nyugalom. Csak semmi elhamarkodott mozdulat. Hogyan tudtak bejutni? Ugye ön, Kessenich úr? Simanski felügyelő, ugye? Főfelügyelő. Simanski főfelügyelő. A kollégám Tanner, ez pedig itt... Az én nevem Frenzel. Kessenich úr tudja, hogy nekünk már volt szerencsénk egymáshoz, felügyelő úr. Akkor alig lepődik meg, hogy mi itt találkozunk, igaz? Tudja, valójában itt minden meglep. Azt sem tudom, hogy Frenzel úr miért és hogyan jött ide. Az urak és ő megbeszélésre hívtak. Én udvarias ember vagyok, de... Igen, igen, világos. Úgy hillik, én nem vagyok olyan udvarias. Megkaptad tőle a pénzt? Milyen pénzt? Hagyd már abba! Most legalább kiderült, melyik oldalhoz tartozol. Nem értem. Kessenich úr, ön nem ismeri ezt a fiatalembert, vagyis Ingo Frenzelt. Valójában a neve Gerhard Hollai és bűnügyi nyomozó. Ezután talán felügyelő. Gondolom ez meglepi. Valóban. Akkor a tárgyra térhetünk. Mit tudsz erről az úriemberről mondani, Hollai? Kessenich úrról? Róla. Semmit. És az emberrablásból való számozottban kegyek, Hollai kolléga. Hm.
Akkor adj ide nekem egy pár kézi bilincset. Lassanként megint meg kell szoknod, hogy hozzánk tartozol. Nem soká nem lesz oka, hogy nevessen. Kesszenich úr. Mondja már, honnan tudja a nevemet? Régóta gondolkozom rajta, de sajnos nem jövök rá. Talán az újságokból. Talán a tévéből, nem? Nem jövök rá. Na, Hollai kolléga, mit tud Kesszenich úrról mondani? Csak ma láttam először. És ti meggátoltátok, hogy többet tudjak meg. Vagyis nem tud róla semmi terhelő adatot? Igen, úgy van. De abból, amit itt találtatok, talán többet tudtok meg. Ismerem az ilyen alakokat. És nem fogok elhamarkodottan cselekedni. Jó reggelt! Mi van? Hogy... Te már felkeltél. 8 után. Ugyan. Micsoda? Hogy az a jóságos? Igen. Aki későn megy az ágyba és korán bújik ki, az tudja, hogy milyenek a hajnal ujjai. Korán reggel, de tömd a fejem gőtével. Robert Lemkét idéztem. Nem tudnál valami kávéféleséget főzni? Itt még a vízcsapot is alig találom meg, nemhogy a kávéfőzőt. A kávéfőző ott van, már csak a tűzszejtől vagy jobbra vagy balra. A kávé meg a hűtőben. A Nescafét nem kell hidegen tartani. De ezt lehűtve őrölték meg. Akarsz még kávét? Nem, köszönöm. Már csak várj. Kell még egy darab sajtnak lennie. Már hogyha akarsz. Nem vagyok éhes. Kösz, hogy nálad alhattam. A régi lakásomtól undorom van. Mind nekem az enyémtől. Most megint játszott nálunk a csapatban. Az űrben hiányoztál. Meyer nagy marha. És Gelsenkirchenben megint ellóversenyezhetjük a pénzünket. Ha úgy tetszik. Nem azt mondom, hogy nem a legjobbat akartad, Horst, de az adott esetben ez volt a legrosszabb. A fickó nem tudott semmit. Esetleg csak úgy tett. Minden esetre a lakását átkutatták. És én azt hiszem, rájött volna, hogy te voltál. Igen, lehet, hogy Kesszenich ravasz. Na, de mi volt a kezében? Látott bennünket együtt, na és?
Mondtam volna neki hihető magyarázatot. Az engem is érdekelne. Most tervez valamit. Megtámad egy pénzes autó, több milliós üzlet, ahogy kivettem. És az egyik emberének elmondtam, hogy nekem is hasznomat vehetnék. Ugyanis azt akartam elérni, hogy Kessen is egyszer engem is fogadjon. Igen. És erre... Simanski megszegte az utasításomat. Hogy csak veszélyhelyzetben cselekedjünk. Így hangzott az utasítás. Igen. Szerintem az veszélyhelyzet volt, és én végre felismertem. Mindig betojtok, ha a magam feje után megyek, és úgy végzem a munkámat. De kiderült, hogy eddig minden stimmelt, vagy talán nem? Mert az is előfordulhatott volna, hogy nem mint beszélgető partner találtok meg, hanem mint hullát. Akkor mit csinálsz? Horst, tudjuk, hogy te néha napján... Néha napján gyorsabban ütök, mint gondolkozom, de annak a jó reflexem az oka. És ez a munkánkban létfontosságú. Meg létfontosságú. Még most is játszik a szavakkal. Hogy találtatok meg egyáltalán? Egy informátor vezetett el Kessenichhez. Egy spicli? Udo Blickel. Az alvilágban a neve Bomba. Nem szeretnék a bőrében lenni. Hm? Bocsánat, itt lakik Udo Blickel? Igen, de nem tudom, itthon van-e. Délelőtt dolgozom. Megnézhetem? Hm? Menjen csak. A hátsó három szoba az övé. Tudja, nekem elég ez a kettő itt elől. Egyedül vagyok és... Merre van? A függöny mögött? Igen, igen. Arra, rögtön balra. Nagyon kellemes lakó. Igen, 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 tudom, ismerem. Nálam, és sohasem volt vele semmi kellemetlensége. Mindig barátságos, csendes. A felébe. Nincs itt senki. Bomba! Mi történt? Ó, Istenem! Jaj! Kicsit fájni fog neki most. De nem hagyhatjuk itt feküdni, csak óvatosan! Jól elindíztik. A feje alá. Hol a telefon? Odát. Hadd tegyen. Szegény. Így jobb lesz. Csak engedje, könnyebben érzi magát. Kérek egy betegszállítókocsi sürgősen a Kálmán-strasse 18 alá, harmadik emelet. Kálmán-strasse 18, harmadik emelet, súlyos sebesült. Köszönöm. Alaposan összeverték. Igen, a szerencsétlent. Majd segítünk. Na nézzük csak. Ebből egy kevéske is jót tesz. Jól elintéztek, öregem. De majd újra rendbe jössz. Próbálj inni. Kicsit fáj, viszont segít. Bocsáss meg. Mint betegápoló, nem vagyok menő. De mint saros. Talán igazad van. Jobban kellett volna vigyáznom rád, mi? Ezek kicsire adtak volna. Ne beszélj hülyeséget, ne mondj ilyet. Most nem irigylem Kessenichet, nem volnék a helyében. Értesíteni kell a rendőrséget. Nem szükséges, a rendőrségtől vagyok. Igen. Maga a barátja? Miért nem láttam még soha? Nem tudom, 10 éve ismerem. Olyan rendes ember. Nagyon óvatosan terlem, nagyon óvatosan. Anusza játék üzlet? Köszönjük urat, kérem. Igen, várok. Köszönjük úr! Itt Simanski. Emlékszik még rám, ugye? Igen, ahogy mondja. Igen, pontosan úgy. Most Udo Blickel lakásában vagyok.
Csak azt akarom mondani, hogy talán túléli ezt a... Hagyja, hogy végigmondjam, amit akarok! Visszakapja kamatos kamattal. Az utolsó fenigig. A bútor a miénk. Amint látom, nem kezelte kellő gonddal. Noha csak 3,5 esztendélye szereztük be, pontosan az 1978-as év május havában. Na, öreg fiú, miért kezelted olyan hűtlenül, mi? Megint láthatom az arcát. Szymanski kolléga? Igen. Igen. Egy teáskészlet, Hutchenreuth, 6 csésze, 6 kis tányér, hiánytalan cukortartó, teáskannácska, teáskanna. Kérem, hol a teáskanna? Meghibásodott. Meghibásodott? Hogyan? Lejtettem és összetört, ez hiba, nem? Kolléga úr, itt minden állami tulajdon, ön anyagilag felelős. Óhajt mást? Nem tekintheti ezt ilyen könnyelműen? A kocsia pontosan az a géperejű jármű, amelyet speciális feladatok végrehajtására az önrendelkezésére bocsátottak. Leltári értéke 60 000 márka. Igencsak agyonhasznált állapotban található. A hálószoba a drága szőnyegeiről nem is óhajtok szólani. Térjünk át az evőeszközökre. 6 kés, 6 villa, 6 kanál, mint 6-szor... Nem, állj! Egy kés hiányzik. A mosogatógépben van. Mosogatógép egy magányos férfi háztartásában? Továbbá színes televízió és videókészülék. Meg kell jegyezni... Szymanski kolléga fogyasztott. Tessék? Maga italt fogyasztott. Két snapsot, két sört. Szolgálatban? Szolgálatban, tisztelt kolléga. Szolgálatban. Mi van veled? Bombát jól elkapták. És én vagyok az oka. Súlyos? Kolléga úr, ezt találtam a komódban. A listámban nem szerepel. Attól még felveheti. Úgy véli? Én nem gondolom. Ez hölgyfehér nemű. Ám a teáskannára visszatérve sajnálatomra kénytelen vagyok, ugye? Kicsúszott a kezemből. Ez 3 éve történt. 3 éve. Most idejön és fenyeget egy teáskanna miatt. Hol élünk egyáltalán? Ez tiszta horror. Ne, nézze csak! Nézze, itt van a zsibárúja. 6-szor Hutchenreuth. 7-szer Meissenyi. 8-szor tiszta fehér. Állami tulajdon. Kölcsönadva hollai rendőrnyomozónak. Az alvilág ügynökének, aki a luxust imádja. De kölcsönadtam én is magamat. Én. A személyemet az államnak. Megtagadtam magamat 3 évre. Teáskészlet, videókészülék, színes tévé, mosogatógép. Azt hiszi, megfizettek ezzel? Tehet nekem egy szívességet. Gyere, menjünk, öblítsük le. Az ellenértéket le kell vonatnom az illetményéből. Örüljön, hogy nem utalom számvevőszék elé. Yeah.
Nem értem! Hagyj békén! Nem mertek csak el így! Ez jó volt. Te most mi van Hanival? Hogy állsz vele? Nem érdekel, és más sem. Ne beszélj így, öregem. Két éve vagytok együtt. Tarthat még tovább is. Vagy nem? Ilyen a meló. Ha visszajövök, szakítani kell minden. Ne tudtam előre. Nem értem én ezt. Végül is Hani, a remek nő. Az, mégis vége. Ne aggódj miatta, tölts. Bocsáss meg, én mégsem egészen értem azt, hogy... Mit? Én nem tudnám ilyen egyszerűen ejteni. Ki mondta, hogy ez olyan egyszerű? Ismersz engem, igaz? Ismersz, ha? Igen, persze. Oké, tudod, hogy én figyülök a szolgálati szabályzatra. Igen. Jó. Érzelmileg én egész jól értem. Igen. Érted? Érzelmileg tök világos minden. Csak mondd el nekem. Jó. És akkor tartom a pofámat. Ha? Mi? Most jövök rá, hogy te engem nem értesz. Pedig ismersz, azt mondtad... Igen. Oké. Okay. Igen, te tudod, hogy teszek a szolgálati előírásokra. Érzelmileg én is megértem, csak mondd meg nekem. Igen. És akkor tartom a pofámat. Jó. Hm? Elmondom. Ez az ügy Hanival. Már lezárult. Hm? És ez két különböző dolog. És nem férnek össze, oké? Okay? Fizetni. Páros vagy páratlan? Ha? Páratlan. Ne. Te fizetsz. Jó reggelt. Hé, az én asztalom. Meg lehet. Mit jelent ez? Az 57-esbe visszük. Semmi kedvem átköltözni. Parancs odafentről. Odafentről? Hát akkor lemegyek az odafenthez. A kockámat is megfordították. Büntetésből költöztetsz át, vagy miért? Lassabban. Hollaival átveszed a Kessenich ügyet. Esze. Hol van? De azt intézhetem a saját szobámban is. Itt vannak az akták. Sokkal jobb lesz, ha Hollaival egy szobában ültök. Nem tudni Kessenich mit forral. Talán bosszút áll Hollaim. Ki akarja készíteni? De azt nem itt a központban teszi meg. Először ülj le és nyugodj meg. Hoffmanné, kérem. Kicsit adjam magunkra. Na gyere. Feltétlenül biztosra kell mennünk, miután Hollai a másik oldallal megszakított minden kapcsolatot. Tudod, szereztünk tapasztalatokat olyanokról, akik odát voltak. Mindenki, aki visszajön, nehezen alkalmazkodik. Az irodai munka, sok akta, a mindennapi robot. Az egész átállás. Nem mindenkinek megy nagyon simán. Hollainak igen. Nem olyan biztos. Figyelj ide. Valaki, aki az alvilágban dolgozik, nekünk csak hasznos lehet. Ha ebben a munkában elmerül. Ha ez a munka úgy szólván a második természete lesz, de könnyen lehet, hogy ez a második természet az elsővé válik. Te mindezért felelősséget akarsz vállalni? Igen, ez mind az én gondom lesz. És te vagy az utolsó, aki bármit is előírhat nekem. Azt akarod, hogy spiclé legyek Hollai mellett? Mit képzelsz? Vigyázol rá, megvéded önmagától is. Nem tetszik nekem. Mit mondtál? Hogy nem tetszik nekem! Most figyelj ide, de jól. Hogy neked tetszik-e vagy nem, az nekem teljesen mindegy.
Már torkig vagyok! Mindenhez a locsogásodat meghallgatni, meg a kiszámíthatatlan szeszélyeidet elviselni. Az utasítás világos volt. De nem, Simánszki felügyelő úrnak a kedves hollai kollégájával kedélyesen söröznie kellett, bár a magánkapcsolatok a legszigorúbban tilosak. Aztán, mint a bosszú álló Django-nak, be kellett surrani a Kessenichhez, hogy Hollait kihozza, bár az utasítások világosak voltak. Mi az, hogy világosak? Kérem, kövesse az utasításaimat kérdezősködés nélkül. Világos, Simánszki felügyelő úr? Itt jön az én pesztonkám. Hagyd abba, jó? Nem tehetek róla. Itt vannak a keszeni hakták. Tessék. Mit csinálunk ma este? Elmegyünk vacsorázni? Egy török kocsmában kitűnően főznek, ha van kedved hozzá. Ezzel mit kezdjek? Ellenőrizd azok alapján, amiket megtudtál. Talán találsz olyan összefüggést, amelyet rajtad kívül más nem ismerhet. Nem megy. Tudod, hogy a Bayern pénteken itt játszik mi nálunk? Ha? Ma kellene jegyről gondoskodnom. Vigyelek magammal? Hé! Hey! Nem tudom. Mit jelent az, hogy nem tudod? Hogy nem tudom. És mi lesz ma este? Elmegyünk enni, vagy nem vacsorázunk? Áruld el végre. Nem akarok előre programot. Nem kell a régi életmódhoz visszaszoknom. Bocsánat, beszélhetnék önnel egy pillanatra? Azonnal. Bűnügyi rendőrség. Biztos abban, hogy engem keres? Igen, Hannelore Schönbach. Az vagyok, eltaláltam. Bemehetek egy pillanatra? Köszönöm. Én valójában Ingo Frenzelt keresem. Na is? Itt van? Miért keresi? Ezt nem mondhatom meg. Ha őt keresi, tudnia kell, hogy Ingo és én barátok vagyunk. Igen? És gyakran vannak együtt? Hát ezt hogy érti? Mondjuk, ma estére találkozót beszéltek meg. Sosem lehet pontosan tudni. Esetleg talán már vár is. Aha. A lakása... Ott aligha. Miért nem? Mert a lakását felszámolták. Csak kölcsönbe kaptam. Kölcsönbe? Igen, kölcsönbe. Kitől? Mondjuk az államtól. Szörnyű ostoba dolog. Valóban annak hangzik. Kérem, hagyja abba ezt a titkolózást. Maga Kessenich szeretője volt? Te vagy az Gerhardt? Gerhardt? Igen. Sokáig bírta. Mégis aljas disznó vagy. Nem mondhatod, hogy hazudtam. Te... az aljas machinációid. Miről van szó? Semmit sem értek. Elmondom, majd ha ezzel kész vagyok. Ezzel nem mit semmire. Tudod, hogy gondolom. Világos utasítást kaptam a főnöktől. Azt mondtad, hogy bármikor kiszúrhatják a félszemedet. Úgy van, és te is tudod. Csak meghazudtolni nem hagyom magam. Pofa be! Úgy intézem el, ahogy én akarom. Ez az én magánügyem, és nem tartozik senkire. Én másképp látom, te rendőr vagy. Mi vagy te? Igen, rendőr, én puny... Mi? Nem lehet igaz. De...
a beépített emberünk. Érti? Nem, nem is értheti. Rendőrspicli. És most lebukott. És megbíztak, hogy vigyázzak rá. Szemétalak. Már érti? Értem, értem, értem. Mindent értek. Zsaruk mind a ketten, igaz? És te aljasabb vagy, mint ez. Kihasználtál, semmi több. Nem, nem így van. Keszenyhez akartál jutni. Hani, hagyd abba! 2 éve játszod velem ezt a szemétséget. 2 éve. Zsaruk, nem is értem, hogy dülhettem be neki. Hani, hadd magyarázzam meg. Lemondok róla. Hordd el magad, kifelé. Tűnj el! Hani, hallgass meg. Hallgass és tűnj el. Látni nem akarlak többé. Szeret. Igazán szeret. Pofa be. Nagyon sajnálom, de rendbe hozok mindent. Hagyd abba. Torkig vagyok veled. Ne kapd fel a vizet. Szállj le rólam. Azt hiszem, követnek minket. A BMW? Az. Furcsa. Nem is tesznek semmit, hogy ne vegyük észre őket. Emlékszel a Merkstetter esetre? Pedig fontos volt nekik, hogy eltűnjenek. Mi volt ez? Kinek szólt? Neked vagy nekem? Valószínűleg mind a kettőnknek. A Merkstetter esetnél egy másik kocsi előről zárta el az utunkat. Fáj még? Oda se. Mondják, ez a maguk kocsia? Milyen csak az enyém. Biztonság, hogy elállja a bejáratot. Azonnal kihívom a rendőrséget. Ne tegye, azonnal megijedek. És ha megijed, nem tud vezetni. Rám jön a gyomorideg. Ha a futó nem az A6-on állna. Nem adhat 3 lépésben mottot. Biztosan sajtóhiba. Ilyesmivel még sose próbálkoztál. Hogy nem lehet. Sok feladványt. Oldj meg. Nem jó ez így. Na, mutasd. A gyalog. Mutasd már! A gyalog van útban. A gyalognak ott kell maradni, ahol van. Különben elveszik a királyod. Ha Königsberg helyében volnék, Hollait kényszer szabadságra küldeném. Nem történik vele semmi. A futóval el kell menned.
azzal kényszeríteted a királyt. Na és? Ott van a bástya. Igen. Hullai mindjárt jön. Megint éppen olyan, mint volt. Csupa aktivitás. Mit csináltok? Á, már a feladványok is egész potyák. A futó D9-re, aztán a bástya az A1-re, és a gyalog egyet előre matt. Te, mi van Hollaival? Mit mondtál? Tessék? Tényleg, mi van? Mi? Hogy is mondta? Hollai olyan aktív, mint régen volt, vagy ilyesmi? Egész délelőtt a rablási csoportnál volt. Az utolsó 3 hónap minden estén végigrágták magukat. Nektek ez az ügybuzgalom nem tűnik furcsának? Jobb, ha ennyit dolgozik, mintha emészti magát. Amíg a jó oldalon dolgozik. Hogy érted ezt? A múlt héten a Kesszenik akták az íróasztalomon voltak. Bennük például a biztonsági osztály minden bevetési terve. Adott okot, Hollai, hogy kételkedjetek a becsületességében? Nekem? Neked? Nem. Horst? Mi? Dehogy. Azt hiszem, már tudom, hogyan csinálná meg Kesszenik. Mind a hárman kíváncsian hallgatjuk. A kocsi ezen az úton halad. 11-kor a márkú áruházhoz ér, felvesz körülbelül 1 millió márkát. Onnan tovább megy az Interhez, a számunkra itt lesz érdekes. Miért nem már a márkónál? Mert A, az összeg a márkónál még túl alacsony. 1 millió. Az Internél majdnem 3-szor annyi, és mindenek előtt B, a terep ott nyílt és jól áttekinthető. A kocsi tehát eléri az Inter áruházat. Itt hajtanak be. Éppen 11:30-kor. A szállítókocsi az udvaron megfordul, és a rámpánál parkol. És mi az ön terve, Hollai kolléga? A rámpáról minden nehézség nélkül fel lehet jutni a kocsi tetejére. Annak, aki feljutott, hason a kocsi hátuljára kell másznia. Így a hátsó ajtót biztosító őr feje fölé kerül. Az emberek 3-szor fordulnak az Inter és a kocsi között. A második alkalommal a tetőn lévő ember egy előkészített tárgyat, például egy homokzsákot ejt az őr fejére. Zsupsz. Fegyverrel is megfenyegethetné, de a homokzsák jobb, mert zajtalan. Logikus. 2,5 perc van az egész akcióra. Van elég idő a kocsi belsejébe ugrani és a zsákokat kipakolni. Úgy veszed, mintha nem lenne senki a közelben. Meg az udvaron sem, és nem néz neki senki az ablakon. Az Internek nincs ablaka az udvarra, csak sima raktárfalak és 2 ajtó. És hogy viszik el onnan a pénzt? Motorbiciklin. A múlt héten hallottam, hogy Kesszenich a Kernstrasse-n házat bérelt vagy vásárolt. Kernstrasse. Az közel van az áruházhoz. Igen. Lehet, hogy ez Kesszenichnek a főhadiszállása. A terv olyan jó, hogy azon tűnődöm. Miért nem javítjuk mi ezzel a módszerrel a fizetésünket? Nincs ilyen szervezetünk. De vagyunk hozzá elegen, nem? A zsaruk ilyen munkára nem elég megbízhatóak. A terv nagyon jónak látszik, de most, hogy eljöttél onnan, Hollai, Kesszenich valószínűleg vár vele. Minden előfordulhat. Minden esetre Kesszenich nem tudja, hogy én mennyire ismerem. Persze el lehet tenni az akták közé. A ti rizikótok. Vasárnapi szolgálat. Eszembe jutnak a régi szép napok. A rendőrnek valóban nem lehet szabályos munkaideje. Neked valóban vannak problémáid? Képzeld el, az ember visszatér a régi Verklibe. Aktákat gyártani, kis bűnözőket vallatni, helyszínekre rohanni. Van más megoldás? Persze, hogy nincs. Páros vagy páratlan? Páratlan. Na,
Nem történik semmi. Három napja nem történik semmi. Tök üresnek látszik minden. Be kellene menni. Nem, nem mehetünk be. Megtudtad, hogy a házat Kesseni megvette vagy kibérelte? Mire megyünk vele? Mind a kettőt más néven végzi, és azt iratja akár a telekkönyvbe, akár a lakók jegyzékébe. Én bemegyek. Königsberg azt mondta, hogy csak figyeljünk. Mindenki a maga módján figyel. Csak el ne toljunk valamit. Velem ilyesmi nem fordulhat elő. Ne hülyéskedj, inkább menjünk vissza. Nem is olyan rossz ez az akkó. Irigyled, mi? Horst, tudod, hogy én nem vehetek részt semmilyen akcióban? Akkor menj vissza a kocsiba. Itt lakik valaki. De nem hinném, hogy Kesseni. Gyere, tűnjünk el! Ravioli, ravioli. Kizárólag ravioli. Hepp. Ha Kesseni emberei laknak itt, akkor a pasi nagyon sóher. Szerintem mások. Áruházi tolvajok, csavargók vagy hasonlók. De lehet álcázás. Furcsa, hogy mindig van valami ötleted. Jó napot. Jó napot. Na, bomba, most aztán pihenhetsz. Simánszki. Simánszki. Nesze. Egy kis vigasztaló. Hogy érzed magad? Minden nap egy kicsivel jobban. Volt itt egy kollégám is faggatott. És? Nem mondtam semmit. Még nem unom az életemet. Ne próbálkozz, te se. Én egészen privát ügyben jöttem, igazán. Régi haver látogat meg, hidd el. Simánszki, ez nem illik hozzád. Nem illik, nem illik a pofádhoz, mondtam már. Oké. Okay. Akkor mondd meg, mit tudsz a Kesseni bandáról? Annak jól megy megint. Kérdezd meg a haverodat, Frenzel Hollait. Ő nem ismeri olyan jól Kesseniket, mint te. Hát, ez szörnyen fáj. Ezt adja be Hollai a nagymamájának. Csak egyszer találkozott vele, komolyan? Persze, egyszer. Ugyan. Csak Duisburgban és a környékén tesznek úgy, mintha nem ismernék egymást. Honnan tudod egyszerre? Mások is meglátogatnak, nem csak te. Érdekes. Erőt kell gyűjtenem. Gondold végig. Nem lehet, hogy két piacon is üzletel?
Nem lehet, ne is folytasd. Mi? Nem, mert annyit tudnia kell, hogy előbb-utóbb rájövünk. És ha azt akarja? Bomba, megijesztettél. Gondold végig, Simanski. Gondold végig, még egyszer. Mit képzelsz? Mit csinálok állandóan? Ha? Hogy ilyen öreg ember, mint én, vasárnap egyedül van, érthető. De maga fiatal ember. Magával mi a helyzet? Nincsenek barátai? Miért kérdez tőlem ilyesmit? Mert éppen az jutott eszembe, hogy nekem vannak-e barátaim. Talán egy barátnő is megteszi, nem? Van valami ötlete? Nincs, nincs. Na jöjjön, elmegyünk Friedrich papához. Menjünk el. Hová? Mindjárt meglátja. Meglátja, csak jöjjön. Nem. 10 órára az öregek otthonában kell lennem. Különben holnap nem kapok reggelit. Világos. A 10 óránál később megy, elírok magának igazolást. Jó rendben? Na, persze. Jöjjön csak. Vidám ember. Mindenben benne van. Örülök idős, neki. Maga. De jó, hogy találkoztunk. Nagyszerű. Elhozhattad volna a haverodat, Hollait? Szívesen találkoztam volna vele. Szívesebben van egyedül. Visszavonult a régi kék lébe. Kénytelen volt, igen. Még ugyanaz a barátnője? Mi? Még ugyanaz a barátnője? Tegnap előttig ugyanaz volt. És most már nem ő az. Ezt én is szeretném tudni. Nagyon jó itt. Már lassan 10 éve, hogy nem éreztem ilyen jól magam. Fogalmam sem volt, hogy van ez a remek hely. Vasárnapunként eljöhetne? Ne, túl sok lenne. Akkor nem akarnék visszamenni az otthonba. Nézd már! Az ott nem a te kollégád, Horst. Tanner. Tanner? Hogy kell ide, Tanner? Jó estét. Jó estét. Tanner úr, akad még egy pohár. Bocsásson meg, de mondhatnám, hogy szolgálati ügyben vagyok itt. Vagy úgy. Horst. Hanni Schönbach, Kessenichnél volt. A szerelem nem múlik el könnyen. Á, más is történt. Egyenesen Hollaihoz ment, és most is ott van. És tudja már Königsberg? Ő küldött ide. És én még azt hittem, hogy itt biztonságban vagyok, mert nincs telefon. Mondj csak... Van valami utasítás fentről? Utasítás? Csak annyi, hogy ezt minél előbb közöljem veled. Sejtettem, hogy aranyszívű ez a Königsberg. Kiáratot tessék szabadon hagyni.
te vagy? Friedrich papánál voltam, és gondoltam, hogy ha már erre járok, bekukkantok, nem megyek el csak úgy egyszerűen a ház előtt. Van egy söröd számomra. Sör? Igen. Hogy miért nem? Le akartam feküdni. Egyedül? Mit gondolsz? Na, gyere, ígyjuk meg gyorsan azt. Ugyan, le akarok feküdni. Én meg nem, gyere. Jaj, eredj már innen, igazán le akarok feküdni. Ugyan, én másféle alaknak ismerlek. Biztos vagy te abban, hogy Kessenich nem figyeltet? Meglehetősen biztos. Mondd csak. Most jövök rá. Te nem hiszed el, hogy át tudok állni a másik oldalra, véglegesen? Nem tudom, igazán nem tudom. De nem lehet valami könnyű. Külsőre igen, de ez a kettős játék neked is az idegeidre menne. Mondd meg becsülettel, de igazán becsülettel, így egymás közt. Nem érzed jól magad nálunk, igaz? Te, képzel csak el, egy olyan ember előtt, akit mindkét oldalon ismernek. Micsoda lehetőségek vannak? Ha? Igen? Úgy gondolod? Te, aki ennyire ismered az alvilágot, sokkal jobb rendőr lehetsz. Ennyi tapasztalattal, mint rendőr, sokkal jobb bűnügy is lehetsz, mint akárki más, vagy nem? Meg lehet. Meg lehet. Egészen biztos, hogy így van. Már nem bízol bennem? Bocsáss meg, én nem bírnám idegekkel, hogy beépítettem bele. Miért nem? Tudod, én félnék. Te és a félelem. Na nem úgy, ahogy gondolod, nem, ugyan. Attól félnék, hogy nekem az a másik élet nagyon megtetszene, mert hiszen csábító. Szuper lakás, magas fizetés, mulatokba járni, szolgálati utasításra. Aztán olyan klassz nő, mint ez a Hani. Biztos vagy abban, hogy Kessenich már nem figyeltet? Igen. Komikus. Másrészt, mint beépített ember, kénytelen vagy kettős életet élni, nem? Büntethető dolgokat is csinálsz. Drogosnak heroint adsz el, fegyvercsempésznek fegyvert. Úgy kereskedsz, hogy az büntethető. És persze le is csukhatnak. Königsbergnek legalább 10-szer le kellett volna tartóztatnia. Akinek a beépített emberei a legjobbak, azt tudja a legtöbbet. Mm-hmm. A hagyományos detektív munka már eltűnt. Igen. Talán állást kellene változtatni. Igen. Gondoltam már erre is. Mi a vélemény erről, Hani kisasszony? Szép, hogy újra összebékültetek. Megkérhetlek, hogy most már hagyj békén és tűnj el. Azt hiszem, figyel benneteket valaki. Nem tudom ki, de lehet, hogy Kessenich gorillája. Van valami a kezében. Akkor az inkább Königsberg gorillája. Kimehetek másfelé is a házból? Az udvarról. Szymanski.
Máj el a fenébe is, mert megint túlórázol. Königsberg, azt világos, mondom. Rendben van, világos. Königsberg. Simanski. Valami bajod van? Nekem nincs. Azt hittem. Mit csinálsz? A Schönberger ügy. Az utolsó akták. A barátod Hollai nem tiszta. Én legalábbis ki nem állhatom. Persze, értem. Ő nem olyan, mint a te ideálod. Aloy Tanner. Egy pillanat. Horst! Nem vagyok itt. Női hang. Igen, itt Simanski. Igen, kivel beszélek? Aha. Jó. Oké, rendben, megyek. Viszontlátásra. Tulajdonképpen nagyon rendes hely ez. Tulajdonképpen? Aha. Tudja... Én elég ritkán fordulok meg ilyen helyeken. Ingóval, úgy értem, Gerhard Hollaival gyakran találkoztam itt. Aha. Mondja csak, soha nem jutott az eszébe, hogy valami az ő... Istenem, hogy is mondjam, hogy valami a titkolózásaival nincs rendben? Nem. Mindig azt hittem, a biztosítónak dolgozik. Vagy ügynök, vagy valami ilyesmi. Furcsa. Egy ilyen nő, mint maga. Igen. Nem tagadom, néha gondoltam arra, hogy nem tiszták az üzletei, de... Igen? Parancsolnak? Igen, én... sört kérek, ha van itt ilyesmi. Igen, Dortmunder, Fürstenberg, Tuborg. Nekem teljesen mindegy. Én Camparit kérek szódával. Na és? Igen, látta maga is. Újból találkoztunk. Azt mondta, el akar menni velem innen. Véglegesen. Minden esetre megértem. Azt mondta, elrepül velem szerdán. Messzire, a Bahamákra. A Baha... Szerdán. Szerda holnap után lesz. Uh-huh. Honnan van rá pénze? Azt mondta, örökölt. 2 éve nagyobb összeget, és jól fektette be. Na hát... Én sem hiszem el. És emiatt vagyok olyan gondban. Nem akarom szerencsétlenné tenni. Maga a barátja. Hát... Kérem, akadályozza meg, hogy ostobaságot csináljon. Maga mit csinál tegnap Kessenichnél? Én? Tegnap nála volt. 17:30-kor. Na hát, ha már tudja. Én egész jól ismerem régebről. Ahogy bizonyára tudja, azt akartam... Na jó, azt mondtam neki, hogy Ingót, természetesen Gerhard Hollait hagyja békén. Na és? Azt mondta, hogy alig ismeri Gerhardot, és nem is érdekli, mit csinál. Hát ez prima, akkor minden rendben van. Bocsánat, de mennem kell. Majd én kifizetem. Bízza rám. Kérem. Hát, ha annyira akarja, tessék. Köszönöm, viszontlátásra. Viszlát.
jól sejtetted. Holla itt volt. Figyelt, amikor bementél, és akkor is, amikor kijöttél. Elbújt. Meggyőződésem, hogy cinkelt kártyával játszik. Mondtam én neked, hogy nem tiszta ez a te barátod. Visszajött a rendőrséghez, és mivel a Kessenich ügyet bízták rá, persze, hogy továbbra is tud mindent. Azonnal beleveti magát a munkába, mint az ördög úgy dolgozik. Felállít egy hipotézist, brilliáns elméletet. Mindnyájan elhisszük, amit mond, mert meggyőző. Csak hogy most már ott tartunk, hogy ezt a hipotézist követjük, és úgy gondolkozunk, ahogy Hollai irányít. Nincs igazán? Amit most elmondtál, az is csak elmélet. Csak éppen tisztább. Én a nyomában maradok. Igazán mókás volt Königsberg úr. Ell egy csinos nő, és két férfi nem feltűnő ruhában, libasorban követi. Tessék? Három. És a színjáték rendezője a régi barátom Hollai. Igazán azt hiszed? Ugyan már, jól megrendezte. Ravaszul elindított minket egy hamis nyomon. Mit jelentsen ez? Hogy egész más valamit tervel. Egész más helyen. Úgy van, és egészen más időben. Így hát... elővigyázatosságból. Le kellene tartóztatni. Ön maga ellen védőrizet. Ilyen még nincs. Mit akarsz már megint? Veled beszélni. A jövőben csak szolgálati ügyekben akarok veled beszélni, világos? Végre nyíltan akarom tőled hallani, hogy melyik oldalon állsz, és mi van veled? Velem nincs semmi. Csak utálom, ha a barátnőmet a kollégáim molesztálják, érted? Hani pár számmal nagyobb nálad. Észrevetted? Három sört, elvitelre. Köszönöm. Hé, Simanski! Hé, Simanski, várj meg! Bomba! Megint kint vagy. Örülök neki. Kerestelek. Egy sört? Nem. Beváltottad a csekket? Nem. Miért nem? Magáncsekked volt, és egy haverodat ütötted ki vele. Hidd el, nekem holnap nyugodtan beválthatod. Simanski, várj már! Mit akarsz? Ahogy hallom, most neked nem megy jól, igaz? Én is látom. Oké, ment már jobban is, na és? Figyelj már, kerestelek! Mit akarsz? Te, figyelj! A Grimbusz holnap lesz, érted? Miféle Grimbusz? Kessenich. Mondj el mindent, amit tudsz. Én se tudok többet. Valami szállítmányról van szó, reggel. De hiszen rengeteget tudsz. Látod, hogy megszolgáltad azt a csekket? Klassz vagy! Te is. Igen, köszönöm, viszont hallásra. A páncélautó épp most indult el a garázsból. Ezek szerint egy óra múlva a Markónál lesz, és pontosan 20 perccel később az Internél. Akkor meglátjuk. Na, kételkedsz még? Figyeljük, és ő is tudja. Hát éppen ez az. Igen, sok minden szól ellene, de... De mellette szól, hogy éppen most lépett be. Meglátjátok, megint semmiségeket fújtok fel.
Akkor miért állította, hogy Kessenich nem hajlandó együtt dolgozni vele? Mert az orrunknál fogva vezet minket. Jó reggelt mindenkinek! Lassan hozzá kellene szokni a pontos munkakezdéshez, Hollai úr. Ó, bocsánat, igyekszem. Az emberek már az internél vannak? Persze. Jó. Én azt mondom, hogy Hollai ne vegyen részt a megbeszéléseinken. Nekem is ez a véleményem. És mint ekkori beépített ember, nem vehet részt ebben az akcióban. Hálás volnék, ha ezt én dönthetném el. Bocsánatot kérek. Ettől függetlenül Hollai úr a szolgálati szobájában álljon a rendelkezésünkre. Ahogy gondolják. Elmehetek sétálni is. Ha a Hollai elmélete helytálló, akkor most a páncéla autónak a Markónál kell lennie. Tehát még éppen egy fél óra. Horst, kérlek! Figyelem, figyelem mindenkinek! Megtámadták a páncéla autót a pénzszállítmánnyal a Markó áruház mellett. A tettesek Markó? Hogy Markó? Nem az Inter? Hallhatod? Hogy az a? És most? A tettesek elmenekült. Kernstrasse. Hollai! A Markónál történt a rablás. Az ember tévedhet. Mi? Horst! Mi az? Páros vagy páratlan? Simanszky! Igen, megyek. Páratlan. Semmi különös esemény, tanácsos úr. Mi? Semmi különös. Na és most? Figyelem, figyelem. A Markó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. Megismétlem, a Markó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. A pénz biztonságban, a Marienstrasse 16, Duisburg, Hamburg. Vége. Vezető. Hollai kolléga úr a bűnügyi rendőrségtől kérte a segítségünket, már benn van. Simanszky a bűnügyi rendőrségtől. Hol vannak a jó madarak? Itt jobbra. Igen. Letetik a kezüket és megfordulhatnak. Na, Kessenich? Hol a pénz? A kérdés jó. És a válasz? Elkobozták. Kicsoda? A rendőrség. Hollai kollega úr biztonságba helyezte. Köszönöm, kollégák. Bilincsben vezessék el. Adjanak ki körözést Hollai és Schönbach személy leírásával. Messzire nem tudnak jutni. Figyeljék az összes repülőteret. A külföldre induló gépeket tartsák vissza, ha szükséges. Még valami?
Kessenichel együtt akarta lebonyolítani az ügyet, ahogy sejtem. És ahogy eltávolítottuk, innen irányította. Ez volt a tévedés. Megkönnyítettük a dolgát. Hát ez... Elsősorban én vagyok a hibás. Ugyan hagyd abba. Beépített emberünk volt oda át, és mégis számítottam rá. Hát ez jól meglépett. Most még röhögsz is rajtunk. Meglépett. Mi? Mi? Nem mondod komolyan. Ugyanolyan ügyesen átejtett, mint eddig is mindig. 12:10-kor elrepült Frankfurtba, 13:10-kor tovább Dél-Afrikába, Fokvárosba. A frankfurtiakat értesítettük. Persze, a rendes járatokat ellenőrizték is. Na és? Hollai és Hanni Schönbach már 6 hete gondoskodott jegyről. Társas utazás a Neckermannnál. A Neckermannnal minden lehetséges. Fenséges. Kár, hogy örökké nem maradhat így. Miért nem? Gerhard, előbb-utóbb megtalálnak. Na és mi történik akkor? Elvisznek egy évre vagy kettőre. De addig olyan csodálatosan élünk, amiről a világon a statisztika szerint az átlagember nem is álmodik. Sajnos az életet nem statisztikai átlaggal mérik. Mindegy. Azt nem állíthatja senki, hogy Hollai nem rafinált ember. Hallottatok valamit Hollairól? Akkora erőkkel nyomozunk, hogy az ember azt hihetné... Mit hihetne? Jó, rendben, tudom, hogy ez nem beszédtéma. Aki a saját vészkébe piszkít... Bocsánat. Megtettük, amit tudtunk, most már csak várhatunk. Hollai nagyon ügyesen csinálta. Mire kell várnunk? Nekem ez kicsit sok. Panamában vagy Paraguayban ül Hanniával, ott herdálják a milliójukat. Az előadás kitűnő volt. Az ötletük nekem nagyon tetszik. Te nekem nem. Hani. Tessék. Königsberg most sok mindenen elgondolkozhat. Egyik kedvenc jelszava volt, néha támogatni kell az illegalitást, hogy a legális dolgok rendben menjenek. Na igen, az áruház biztosítva volt, az őr kisebb agyrázkódással megúszta. Kessenichet pedig házhoz szállítottam nekik. Na és ha jól meggondolom, azt hiszem a statisztikai átlagot lényegesen javíthatjuk. Igazán gyönyörű itt, nem? Csak egy kicsit meleg van. Bocsánat, igyekszem. Az emberek már az internél vannak? Persze. Jó. Én azt mondom, hogy Hollai ne vegyen részt a megbeszéléseinken. Nekem is ez a véleményem. És mint egykori beépített ember, nem vehet részt ebben az akcióban. Hálás volnék, ha ezt én dönthetném el. Bocsánatot kérek. Ettől függetlenül Hollai úr a szolgálati szobájában álljon a rendelkezésünkre. Ahogy gondolják. Elmehetek sétálni is. A Hollai elmélete helytálló, akkor most a páncéla autónak a Markónál kell lennie. Tehát még éppen egy fél óra. Horst, kérlek! Ja. Figyelj!
Figyelem, figyelem mindenkinek! Megtámadták a páncélautót a pénzszállítmánnyal a Márkó áruház mellett. A tettesek Márkó, hogy Márkó? Nem az Inter? Hallhatod? Hogy az a? A páncélautót a pénzszállítmánnyal a Márkó áruház most? Mellett. A tettesek elmenekült. Kernstrasse. Hol a itt? A Márkónál történt a rablás. Az ember tévedhet. Mi? Horst! Mi az? Páros vagy páratlan? Simanszky! Igen, megyek. Páratlan. Semmi különös esemény, tanácsos úr. Mi? Semmi különös. Na és most? Figyelem, figyelem. A Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. Megismétlem, a Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. A pénz biztonságban, a Marienstrasse... Simanszky. Májer a fenébe is, mert megint túlórázol. Königsberg, azt világos, mondta. Rendben van, világos. Königsberg. Simanszky. Valami bajod van? Nekem nincs. Azt hittem. Mit csinálsz? A Schönberger ügy, az utolsó akták. A barátod Hollai nem tiszta. Én legalábbis ki nem állhatom. Persze, értem. Ő nem olyan, mint a te ideál. Aloyd Tanner. Egy pillanat. Horst! Nem vagyok itt. Női hang. Igen, itt Simanszky. Igen, kivel beszélek? Aha. Jó. Oké, rendben, megyek. Viszontlátásra. Tulajdonképpen nagyon rendes hely ez. Tulajdonképpen? Aha. Tudja, én elég ritkán fordulok meg ilyen helyeken. Ingóval, úgy értem, Gerhard Hollaival gyakran találkoztam itt. Aha. Mondja csak, soha nem jutott az eszébe, hogy valami az ő... Istenem, hogy is mondjam... Hogy valami a titkolózásaival nincs rendben? Nem. Mindig azt hittem, a biztosítónak dolgozik. Vagy ügynök, vagy valami ilyesmi. Furcsa. Egy ilyen nő, mint maga. Igen. Nem tagadom, néha gondoltam arra, hogy nem tiszták az üzletei, de... Igen? Parancsolnak? Igen, én sört kérek, ha van itt ilyesmi. Igen, Dortmunder, Fürstenberg, Tubor. Nekem teljesen mindegy. Én Camparit kérek szódával. Szerintem mások. Áruházi tolvajok, csavargók vagy hasonlók. De lehet álcázás.
Furcsa, hogy mindig van valami ötleted. Jó napot. Jó napot. Na, bomba, most aztán pihenhetsz. Simanszky. Simanszky. Nesze. Egy kis vigasztaló. Hogy érzed magad? Minden nap egy kicsivel jobban. Volt itt egy kollégám is faggatott. Aha. És? Nem mondtam semmit. Még nem unom az életemet. Ne próbálkozz te se. Én egészen privát ügyben jöttem, igazán. Régi haver látogat, meg hidd el. Simanszky, ez nem illik hozzád. Nem illik, nem illik a pofádhoz, mondtam már. Oké. Okay. Akkor mondd meg, mit tudsz a Keszerich bandáról? Annak jól megy megint. Kérdezd meg a haverodat, Frenzel Hollait. Ő nem ismeri olyan jól Keszenichet, mint te. Ez szörnyen fáj. Ezt adja be Hollai a nagymamájának. Csak egyszer találkozott vele, komolyan? Persze, egyszer. Ugyan. Csak Duisburgban és a környékén tesznek úgy, mintha nem ismernék egymást. Honnan tudod egyszerre? Mások is meglátogatnak, nem csak te. Érdekes. Erőt kell gyűjtenem. Gondold végig. Nem lehet, hogy két piacon is üzletel? Nem lehet, ne is folytasd. Mi? Nem, mert annyit tudnia kell, hogy előbb-utóbb rájövünk. És ha azt akarja? Bomba, megijesztettél. Gondold végig, Simanszky. Gondold végig, még egyszer. Mit képzelsz? Mit csinálok állandóan? Ha? Már az Internél vannak? Persze. Jó. Én azt mondom, hogy Hollai ne vegyen részt a megbeszéléseinken. Nekem is ez a véleményem. És mint egykori beépített ember, nem vehet részt ebben az akcióban. Hálás volnék, ha ezt én dönthetném el. Bocsánatot kérek. Ettől függetlenül Hollai úr a szolgálati szobájában álljon a rendelkezésünkre. Ahogy gondolják. Elmehetek sétálni is. A Hollai elmélete helytálló, akkor most a páncéla autónak a Markónál kell lennie. Tehát még éppen egy fél óra. Horst, kérlek! Hm? Ja. Figyelem, figyelem mindenkinek! Megtámadták a páncéla autót a pénzszállítmánnyal a Markó áruház mellett. A tettesek Markó, hogy Markó? Nem az Inter! Hallhatod? Hogy az a... És most? A tettesek elmenekült. Kernstrasse. Hollai! A Markónál történt a rablás. Az ember tévedhet. Mi? Horst! Mi az? Páros vagy páratlan? Simanszky! Igen, megyek. Páratlan. Thank you.
Semmi különös esemény, tanácsos úr. Mi? Semmi különös. Na és most? Figyelem, figyelem. A Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. Megismétlem, a Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. A pénz biztonságban, a Marienstrasse 16, Duisburg, Hamburg. Vége. Hollai úr, a szolgálati szobájában álljon a rendelkezésünkre. Ahogy gondolják. Elmehetek sétálni is. A Hollai elmélete helytálló, akkor most a páncéla autónak a Márkónál kell lennie. Tehát még éppen egy fél óra. Horst, kérlek! Hm? Figyelem, figyelem mindenkinek! Megtámadták a páncéla autót a pénzszállítmánnyal a Márkó áruház mellett. A tettesek Márkó? Hogy Márkó? Nem az Intel? Hallhatod? Hogy az a... És most? A tettesek elmenekült. Kernstrasse. Hollai! A Márkónál történt a rablás. Az ember tévedhet. Mi? Horst! Mi az? Páros vagy páratlan? Simanski! Igen, megyek. Páratlan. Semmi különös esemény, tanácsos úr. Mi? Semmi különös. Na és most? Figyelem, figyelem. A Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. Megismétlem, a Márkó áruházban történt rablás tetteseit elfogták. A pénz biztonságban, a Marienstrasse 16, Duisburg, Hamburg. Vége. A vezető. Hollai kolléga uram. Igazán mókás volt Königsberg úr. Elől egy csinos nő, és két férfi nem feltűnő ruhában, libasorban követi. Tessék? Három. És a színjáték rendezője a régi barátom Hollai. Igazán azt hiszed? Ugyan már, jól megrendezte. Ravaszul elindított minket egy hamis nyomon. Mit jelentsen ez? Hogy egész más valamit tervel. Egész más helyen. Úgy van, és egészen más időben. Így hát... elővigyázatosságból. Le kellene tartóztatni. Ön maga ellen védőrizet. Ilyen még nincs.
Mit akarsz már megint? Veled beszélni. A jövőben csak szolgálati ügyekben akarok veled beszélni, világos? Végre nyíltan akarom tőled hallani, hogy melyik oldalon állsz. És mi van veled? Velem nincs semmi. Csak utálom, ha a barátnőmet a kollégáim molesztálják, érted? Hani pár számmal nagyobb nálad. Észrevetted? Három sört, elviterre. Köszönöm. Hé, Simanski! Hé, Simanski, várj meg! Bomba! Megint kint vagy. Örülök neki. Kerestelek. Egy sört? Nem. Beváltottad a csekket? Nem. Miért nem? Magáncsekked volt, és egy haverodat ütöttet ki vele. Hidd el, nekem holnap nyugodtan beválthatod. É, Simanski, várj már. Mit akarsz? Ahogy hallom, most neked nem megy jól, igaz? É. Én is látom. Oké, ment már jobban is. Na, gyere, ígyjuk meg gyorsan azt. Ugyan, le akarok feküdni. Én meg nem, gyere. Jaj, eredj már innen, igazán le akarok feküdni. Ugyan, én másféle alaknak ismerlek. Biztos vagy te abban, hogy Kessenich nem figyeltet? Meglehetősen biztos. Mondd csak. Most jövök rá. Te nem hiszed el, hogy át tudok állni a másik oldalra, véglegesen? Nem tudom, igazán nem tudom. De nem lehet valami könnyű. Külsőre igen, de ez a kettős játék neked is az idegeidre menne. Mondd meg becsülettel, de igazán becsülettel, így egymás közt. Nem érzed jól magad nálunk, igaz? Te, képzeld csak el, egy olyan ember előtt, akit mindkét oldalon ismernek. Micsoda lehetőségek vannak? Ha? Igen? Úgy gondolod? Te, aki ennyire ismered az alvilágot, sokkal jobb rendőr lehetsz. Ennyi tapasztalattal, mint rendőr, sokkal jobb bűnügy is lehetsz, mint akárki más, vagy nem? Meg lehet. Meg lehet. Egészen biztos, hogy így van. Már nem bízol bennem? Bocsáss meg, én nem bírnám idegekkel, hogy beépítettem bele. Miért nem? Tudod, én félnék. Te és a félelem. Na nem úgy, ahogy gondolod, nem, ugyan. Attól félnék, hogy nekem az a másik élet nagyon megtetszene, mert hiszen csábító. Szuper lakás, magas fizetés, mulatokba járni, szolgálati utasításra. Aztán olyan klassz nő, mint ez a Hani. Biztos vagy abban, hogy Kessenich már nem figyeltet? Igen. Komikus. Másrészt, mint beépített ember kénytelen vagy kettős életet élni, nem? Büntethető dolgokat is csinálsz. Drogosnak heroint adsz el, fegyvercsempésznek fegyvert. Úgy kereskedsz, hogy az büntethető. És persze le is csukhatnak. Königsbergnek legalább 10-szer le kellett volna tartóztatnia. Akinek a beépített emberei a legjobbak, azt tudja a legtöbbet. Mm-hmm. A hagyományos detektív munka már eltűnt. Igen. Talán állást kellene változtatni. Igen. Gondoltam. Kösz, hogy nálad alhattam. Mm-hmm. A régi lakásomtól undorom van. Aha. Mind nekem az enyémtől. Most megint játszhatsz nálunk a csapatban. Az űrben hiányoztál. Meyer nagy marha. És Gelsenkirchenben megint ellóversenyezhetjük a pénzünket. Ha úgy tetszik.
Nem azt mondom, hogy nem a legjobbat akartad, Horst, de az adott esetben ez volt a legrosszabb. A fickó nem tudott semmit. Esetleg csak úgy tett. Minden esetre a lakását átkutatták. És én azt hiszem, rájött volna, hogy te voltál. Igen, lehet, hogy Kessenich ravasz. Na de mi volt a kezében? Látott bennünket együtt, na és? Mondtam volna neki hihető magyarázatot. Az engem is érdekelne. Most tervez valamit. Megtámad egy pénzes autót, több milliós üzlet, ahogy kivettem. És az egyik emberének elmondtam, hogy nekem is hasznomat vehetnék. Ugyanis azt akartam elérni, hogy Kessenich egyszer engem is fogadjon. Igen. És erre... Simanski megszegte az utasításomat. Hogy csak veszélyhelyzetben cselekedjünk. Így hangzott az utasítás. Igen. Szerintem az veszélyhelyzet volt, és én végre felismertem. Mindig betojtok, ha a magam feje után megyek, és úgy végzem a munkámat. De kiderült, hogy eddig minden stimmelt, vagy talán nem? Mert az is előfordulhatott volna, hogy nem mint beszélgető partner találtok meg, hanem mint hullát. Akkor mit csinálsz? Horst, tudjuk, hogy te néha napján... Néha napján gyorsabban ütök, mint gondolkozom, de annak a jó reflexem az oka. És ez a munkánkban létfontosságú. Meg létfontosságú. Még most is játszik a szavakkal. Hogy találtatok meg egyáltalán? Egy informátor vezetett el Kessenichhez. Egy spicli? Udo Blickel. Az alvilágban a neve Bomba. Nem szeretnék a bőrében lenni. Odafentről, hát akkor lemegyek az odafenthez. A kockámat is megfordították. Büntetésből költöztetsz át, vagy miért? Lassabban, lassabban. Hollaival átveszed a Kessenich ügyet. Messze. Hol van? De azt intézhetem a saját szobámban is. Itt vannak az akták. Sokkal jobb lesz, ha Hollaival egy szobában ültök. Nem tudni Kessenich mit forral. Talán bosszút áll Hollaim. Ki akarja készíteni? De azt nem itt a központban teszi meg. Először ülj le és nyugodj meg. Hoffmanné, kérem. Kicsit adjam magunkra. Na gyere. Feltétlenül biztosra kell mennünk, miután Hollai a másik oldallal megszakított minden kapcsolatot. Tudod, szereztünk tapasztalatokat olyanokról, akik odát voltak. Mindenki, aki visszajön, nehezen alkalmazkodik. Az irodai munka, sok akta, a mindennapi robot. Az egész átállás. Nem mindenkinek megy nagyon simán. Hollainak igen. Nem olyan biztos. Figyelj ide. Valaki, aki az alvilágban dolgozik, nekünk csak hasznos lehet. Ha ebben a munkában elmerül. Ha ez a munka úgy szólván a második természete lesz, de könnyen lehet, hogy ez a második természet az elsővé válik. Te mindezért felelősséget akarsz vállalni? Igen, ez mind az én gondom lesz. És te vagy az utolsó, aki bármit is előírhat nekem. Azt akarod, hogy spicli legyek Hollai mellett? Mit képzelsz? Vigyázol rá, megvéded önmagától is. Nem tetszik nekem. Mit mondtál? Hogy nem tetszik nekem! Most figyelj ide, de jól. Hogy neked tetszik-e vagy nem, az nekem teljesen mindegy. Már torkig vagyok! Mindenhez a locsogásodat meghallgatni, meg a kiszámíthatatlan szeszélyeidet elviselni. Az utasítás világos volt. De nem, Simanski felügyelő úrnak a kedves Hollai kollégájával kedélyesen söröznie kellett, bár a magánkapcsolatok a legszigorúbban tilosak. Aztán, mint a bosszú álló Django-nak, be kellett surrani a Kessenichhez, hogy Hollait kihozza, bár az utasítások világosak voltak. Mi az, hogy világosak? Kérem, kövesse az utasításaimat kérdezősködés nélkül. Világos, Simanski felügyelő úr? Mi
Itt jön az én pesztonkám. Hagyd abba, jó? Nem tehetek róla. Itt vannak a kesseni akták. Tessék. Mit csinálunk ma este? Elmegyünk. Jó reggelt! Mi van? Hogy? Te már felkeltél. 8 után. Ugyan. Micsoda? Hogy az a jóságos. Igen. Aki későn megy az ágyba és korán bújik ki, az tudja, hogy milyenek a hajnal ujjai. Korán reggel, de tömd a fejem gőtével. Robert Lemkét idéztem. Nem tudnál valami kávéféleséget főzni? Itt még a vízcsapot is alig találom, meg nemhogy a kávéfőzőt. A kávéfőző ott van a... Már csak... A tűzszertől vagy jobbra, vagy balra. A kávé meg a hűtőben. A Nescafét nem kell hidegen tartani. De ezt lehűtve őrölték meg. Akarsz még kávét? Nem, köszönöm. Már csak várj. Kell még egy darab sajtnak lennie. Már hogyha akarsz. Nem vagyok éhes. Kösz, hogy nálad alhattam. Uh-huh. A régi lakásomtól undorom van. Mind nekem az enyémtől. Most megint játszhatsz nálunk a csapatban. Az űrben hiányoztál. Meyer nagy marha. És Gelsenkirchenben megint elló versenyezhetjük a pénzünket. Ahogy tetszik. Nem azt mondom, hogy nem a legjobbat akartad, Horst, de az adott esetben ez volt a legrosszabb. A fickó nem tudott semmit. Esetleg csak úgy tett. Minden esetre a lakását átkutatták. És én azt hiszem, rájött volna, hogy te voltál. Igen. Ott a tévedés. Megkönnyítettük a dolgát. Hát ez... Elsősorban én vagyok a hibás. Ugyan hagyd abba. Beépített emberünk volt odaát, és mégis számítottam rá. Hát ez jól meglépett. Most még röhögsz is rajtunk. Meglépett. Mi? Mi? Nem mondod komolyan. Ugyanolyan ügyesen átejtett, mint eddig is mindig. 12:10-kor elrepült Frankfurtba. 13:10-kor tovább Dél-Afrikába, Fokvárosba. A frankfurtiakat értesítettük. Persze, a rendes járatokat ellenőrizték is. Na és? Hollai és Hanni Schönbach már 6 hete gondoskodott jegyről. Társas utazás a Neckermannnál. A Neckermannnal minden lehetséges. Fenséges. Kár, hogy örökké nem maradhat így. Miért nem? Gerhard, előbb-utóbb megtalálnak. Na és, mi történik akkor? Elvisznek 1 évre vagy 2-re. De addig olyan csodálatosan élünk, amiről a világon a statisztika szerint az átlagember nem is álmodik. Sajnos az életet nem statisztikai átlaggal mérik. Mindegy. A
azt nem állíthatja senki, hogy Hollai nem rafinált ember. Hallottatok valamit Hollairól? Akkora erőkkel nyomozunk, hogy az ember azt hihetné... Mit hihetne? Jó, rendben, tudom, hogy ez nem beszédtéma. Aki a saját vészkébe piszkít... Bocsánat. Megtettük, amit tudtunk, most már csak várhatunk. Hollai nagyon ügyesen csinálta. Mire kell várnunk? Nekem ez kicsit sok. Panamában vagy Paraguayban ül Hanniával, ott herdálják a milliójukat. Az előadás kitűnő volt. Az ötletük nekem nagyon tetszik. Te nekem nem. Honey. Tessék. Königsberg most sok mindenen elgondolkozhat. Egyik kedvenc jelszava volt, néha támogatni kell az illegalitást, hogy a legális dolgok rendben menjenek. Na igen, az áruház biztosítva volt, az őr kisebb agyrázkódással megúszta. Kesszenihet pedig házhoz szállítottam nekik. Na és ha jól meggondolom, azt hiszem a statisztikai átlagot lényegesen javíthatjuk. A tűzszertől vagy jobbra vagy balra. A kávé meg a hűtőben. A Nescafét nem kell hidegen tartani. De ezt lehűtve őrölték meg. Akarsz még kávét? Nem, köszönöm. Már csak várj. Kell még egy darab sajtnak lennie. Már hogyha akarsz. Nem, nem vagyok éhes. Kösz, hogy nálad alhattam. Uh-huh. A régi lakásomtól undorom van. Aha. Mind nekem az enyémtől. Most megint játszhatsz nálunk a csapatban. Az űrben hiányoztál. Meyer nagy marha. És Gelsenkirchenben megint elló versenyezhetjük a pénzünket. Ahogy tetszik. Nem azt mondom, hogy nem a legjobbat akartad, Horst, de az adott esetben ez volt a legrosszabb. A fickó nem tudott semmit. Esetleg csak úgy tett. Minden esetre a lakását átkutatták. És én azt hiszem rájött volna, hogy te voltál. Igen, lehet, hogy Kesszenich ravasz. Na de mi volt a kezében? Látott bennünket együtt, na és? Mondtam volna neki hihető magyarázatot. Az engem is érdekelne. Most tervez valamit. Megtámad egy pénzes autót, több milliós üzlet, ahogy kivettem. És az egyik emberének elmondtam, hogy nekem is hasznomat vehetnék. Ugyanis azt akartam elérni, hogy Kesszenich egyszer engem is fogadjon. Igen. És erre... Simanski megszegte az utasításomat. Hogy csak veszélyhelyzetben cselekedjünk. Így hangzott az utasítás. Igen. Szerintem az veszélyhelyzet volt, és én végre felismertem. Hogy ilyen öreg ember, mint én, vasárnap egyedül van, érthető. De maga fiatal ember. Magával mi a helyzet? Nincsenek barátai?
Miért kérdez tőlem ilyesmit? Mert éppen az jutott eszembe, hogy nekem vannak-e barátaim. Talán egy barátnő is megteszi, nem? Van valami ötlete? Nincs, nincs. Na jöjjön, elmegyünk Friedrich papához. Menjünk el. Hová? Mindjárt meglátja. Meglátja, csak jöjjön. Nem. Na. 10 órára az öregek otthonában kell lennem. Jó, különben holnap nem kapok reggelit. Világos. A 10 óránál később megy, elírok magának igazolást. Jó, rendben? Oké, na, hát persze. Jöjjön csak. Vidám ember. Mindenben benne van. Örülök idős, neki. Maga. De jó, hogy találkoztunk. Oda megyünk. Elhozhattad volna a haverodat, Hollait. Szívesen találkoztam volna vele. Szívesebben van egyedül. Visszavonult a régi kék lébe. Kénytelen volt, igen. Még ugyanaz a barátnője? Mi? Még ugyanaz a barátnője? Tegnap előttig ugyanaz volt. És most már nem ő az. Ezt én is szeretném tudni. Nagyon jó itt. Már lassan 10 éve, hogy nem éreztem ilyen jól magam. Fogalmam sem volt, hogy van ez a remek hely. Vasárnaponként eljöhetne? Ne, túl sok lenne. Akkor nem akarnék visszamenni az otthonba. Nézd már! Az ott nem a te kollégád, Horst. Tanner. Tanner? Hogy kell ide, Tanner? Ah. Jó estét. Jó estét. Tanner úr, akad még egy pohár. Bocsásson meg, de mondhatnám, hogy szolgálati ügyben vagyok itt. Vagy úgy? Horst. Mindig betojtok, ha a magam feje után megyek, és úgy végzem a munkámat. De kiderült, hogy eddig minden stimmelt, vagy talán nem? Mert az is előfordulhatott volna, hogy nem mint beszélgető partnert találtok meg, hanem mint hullát. Akkor mit csinálsz? Horst, tudjuk, hogy te néha napján... Néha napján gyorsabban ütök, mint gondolkozom, de annak a jó reflexem az oka. És ez a munkánkban létfontosságú. Meg létfontosságú. Még most is játszik a szavakkal. Hogy találtatok meg egyáltalán? Egy informátor vezetett el Kessenichhez. Egy spicli? Udo Blickel. Az alvilágban a neve Bomba. Nem szeretnék a bőrében lenni. Hm? Bocsánat, itt lakik Udo Blickel? Igen, de nem tudom, itthon van-e. Délelőtt dolgozom. Megnézhetem? Hm? Menjen csak. A hátsó 3 szoba az övé. Tudja, nekem elég ez a 2 itt elől. Egyedül vagyok és... Merre van? A függöny mögött? Igen, igen. Arra, rögtön balra. Nagyon kellemes lakó. Igen, már igen, igen, tudom, ismerem. Nálam, és sohasem volt vele semmi kellemetlensége. Mindig barátságos, csendes. Bomba! A csodába. Mi történt? Ó, Istenem! Jaj. Kicsit fájni fog neki most. De nem hagyhatjuk itt feküdni. Csak óvatosan. Jól elintézték. A feje alá. Hol a telefon? Oda át. Hadd tegyen. Szegény. Így jobb lesz. Csak engedje. Könnyebben érzi magát. Kérek egy betegszállítókocsit sürgősen a Kálmán Strasse 18 alá, 3. emelet. Kálmán Strasse 18, 3. emelet, súlyos sebesült. Köszönöm. Alaposan összeverték. Igen, a szerencsétlent. Majd segítünk.
Na nézzük csak. Ebből egy kevéske is jót tesz. Jól elintéztek, öregem. De majd újra rendbe jössz. Próbálj inni. Kicsit fáj, viszont segít. Bocsáss meg. Mint betegápoló, nem vagyok menő. Tulajdonképpen nagyon rendes hely ez. Tulajdonképpen? Aha. Tudja, én elég ritkán fordulok meg ilyen helyeken. Ingóval, úgy értem, Gerhard Hollaival gyakran találkoztam itt. Aha. Mondja csak, soha nem jutott az eszébe, hogy valami az ő... Istenem, hogy is mondjam, hogy valami a titkolózásaival nincs rendben? Nem. Mindig azt hittem, a biztosítónak dolgozik. Vagy ügynök, vagy valami ilyesmi. Furcsa. Egy ilyen nő, mint maga. Igen. Nem tagadom, néha gondoltam arra, hogy nem tiszták az üzletei, de... Igen? Parancsolnak? Igen, én... sört kérek, ha van itt ilyesmi. Igen, Dortmunder, Fürstenberg, Tuborg. Nekem teljesen mindegy. Én Camparit kérek szódával. Na és? Igen, látta maga is. Újból találkoztunk. Azt mondta, el akar menni velem innen, véglegesen. Minden esetre megértem. Azt mondta, elrepül velem szerdán, messzire, a Bahamákra. A Baha... Szerdán? Szerda holnap után lesz. Honnan van rá pénze? Azt mondta, örökölt. 2 éve nagyobb összeget, és jól fektette be. Na hát... Én sem hiszem el. És emiatt vagyok olyan gondban. Nem akarom szerencsétlenné tenni. Maga a barátja. Kérem, akadályozza meg, hogy ostobaságot csináljon. Maga mit csinál tegnap Kesszenichnél? Én? Tegnap nála volt. 17:30-kor. Na hát, ha már tudja. Én egész jól ismerem régebről. Ahogy bizonyára tudja, azt akartam... Na jó, azt mondtam neki, hogy Ingót természetesen Gerhard Hollait hagyja békén. Na és? Azt mondta, hogy alig ismeri Gerhardot, és nem is érdekli, mit csinál. Hát ez prima, akkor minden rendben van. Bocsánat, de menj. Pedig fontos volt nekik, hogy eltűnjenek. Mi volt ez? Kinek szólt? Neked vagy nekem? Valószínűleg mind a kettőnknek. A Merkstetter esetnél egy másik kocsi előről zárta el az utunkat. Fáj még? Oda se. Mondják, ez a maguk kocsia? Milyen csak az enyém. Biztonság, hogy elállja a bejáratot. Azonnal kihívom a rendőrséget. Ne tegye, azonnal megijedek. És ha megijed, nem tud vezetni. Rám jön a gyomorideg. Ha a futó nem az A6-on állna... Nem adhat 3 lépésben mottot. Biztosan sajtóhiba. Ilyesmivel még sose próbálkoztál, hogy... Nem lehet.
sakk feladványt. Hogy meg. Nem jó ez így. Na, mutasd. A gyalog. Mutasd már! A gyalog van útban. A gyalognak ott kell maradni, ahol van. Különben elveszik a királyod. Ha Königsberg helyében volnék, Hollait kényszer szabadságra küldeném. Á, nem történik vele semmi. A futóval el kell menned. Azzal kényszerítheted a királyt. Na és? Ott van a bástya. Igen. Hollai mindjárt jön. Megint éppen olyan, mint volt. Csupa aktivitás. Mit csináltok? Á, már a feladványok is egész potyák. A futó D9-re, aztán a bástya az A1-re, és a gyalog egyet előre matt. Te, mi van Hollaival? Mit mondtál? Tessék? Tényleg, mi van? Mi? Hogy is mondta? Hollai olyan aktív, mint régen volt, vagy ilyesmi? Egész délelőtt a rablási csoportnál volt. Az utolsó 3 hónap minden estén végigrágták magukat. Nektek ez az ügybuzgalom nem tűnik furcsának? Jobb, ha ennyit dolgozik, mintha emészti magát. Amíg a jó oldalon dolgozik. Hogy érted ezt? A múlt héten a Kesszeni kakták az íróasztalomon. A kérdés jó. És a válasz? Elkobozták. Kicsoda? A rendőrség. Hollai kolléga úr biztonságba helyezte. Köszönöm, kollégák. Bilincsben vezessék el. Adjanak ki körözést Hollai és Schönbach személy leírásával. Messzire nem tudnak jutni. Figyeljék az összes repülőteret. A külföldre induló gépeket tartsák vissza, a szükséges. Még valami? Kesszenichel együtt akarta lebonyolítani az ügyet, ahogy sejtem. És ahogy eltávolítottuk, innen irányította. Ez volt a tévedés. Megkönnyítettük a dolgát. Hát ez... Elsősorban én vagyok a hibás. Ugyan hagyd abba. Beépített emberünk volt odaát, és mégis számítottam rá. Hát ez jól meglépett. Most még röhögsz is rajtunk. Meglépett. Mi? Mi? Nem mondod komolyan. Ugyanolyan ügyesen átejtett, mint eddig is mindig. 12:10-kor elrepült Frankfurtba, 13:10-kor tovább Dél-Afrikába, Fokvárosba. A frankfurtiakat értesítettük. Persze, a rendes járatokat ellenőrizték is. Na és? Hollai és Hanni Schönbach már 6 hete gondoskodott jegyről. Társas utazás a Neckermannnál. A Neckermannnal minden lehetséges. Fenséges. Kár, hogy örökké nem maradhat így. Miért nem? Gerhard, előbb-utóbb megtalálnak. Na és mi történik akkor? Elvisznek 1 évre vagy 2-re. De addig olyan csodálatosan élünk, amiről a világon a statisztika szerint az átlagember nem is álmodik. Sajnos az életet nem statisztikai átlaggal mérik. Mindegy. Azt nem állíthatja senki, hogy Hollai nem rafinált ember. Hallottatok valamit Hollairól? Akkora erőkkel nyomozunk, hogy az ember azt hihetné... Mit hihetne? Jó, rendben, tudom, hogy ez nem beszédtéma. Aki a saját vészkébe piszkít... Bocsánat. Megtettük, amit tudtunk, most... Köszönöm. Igen, Simanski, jó estét. Hollai lakásában vagyok, az egészet átkutatták, különben szakszerűen akár mi is lehettünk volna. Mi? Aha, igen. Igen. Igen, Tanner mindent el... Igen, Tanner mindent elmondott, csak akkor még nem tudta, mi a helyzet. Ugyan, Hollai veszélyben van, és ne tegyek semmit. Hogy képzeled? Ugyan. Mit képzelsz a szolgálati útról? Ne is mondj ilyet.
Tessék, ahogy gondolod, vonj felelősségre. Küld a nyombiztosítókat. Egy pillanat, kérem. Bűnügyi rendőrség igazolja magát. Minden rendben, köszönöm. Bűnügyi rendőrség igazolja magát. Tessék. Köszönöm. Az igazolványát. Jó estét, az igazolványát kérem. Milyen igazolványt? A házi nyúltenyésztők ligájától. Ja, azt. Igen. Azt otthon felejtettem. Hogy értsem ezt? Úgy, ahogy mondtam. Akkor jöjjön velem. Eszem ágában sincs. Gyerünk! Hé, mit jelent ez? Talán bűncselekmény, ha nincs igazolvány az embernél. Jöjjön el érte reggel a lakásomra. Majd kidugom az igazolványát. Ajtóra. Velem jön, megállapítjuk a személy azonosságát. Hogy gondolja ezt? Hölgyek társaságában ülök itt. Velük mi lesz? Gyerünk, ne maráskodj. A te lovaid neked ügetnek. Hé, ne bántsák az urat, aki velünk van. Hop, gyorsabban, gyerünk. Gyerünk. Hogy? Mi ellenem a kifogás? Na, ne durváskodj! Hagyj békén! Mi ez? Ha most nem megyek, nem is szembeszegülés a hatósági köz, a hivatalos közeggel. Na, jó, van, mit lögdösnek? Hát jöjjön velünk nyugodtan. Jó van, megyek, rendben van. Ti pedig várjatok, mindjárt jövök vissza. Nem igaz, mit merészelnek? Mit óhajtanak inni, uraim? Csináltátok ti már ezt jobban is. Térjünk a tárgyra. Ismered Frenzelt? Sok embert ismerek. Tegnap adtál egy tippet. Lehet. A tippet te adtad, igaz? Na és? Figyelj ide. Van egy nagy játéküzlet, az Anusel. Anusel? A Margassin? Úgy van. A főnök neve Kessenich. Ő egész más hormikkal játszik, mint amiket az üzletben árul. Lent pedig van egy hatalmas raktára, háromszor akkora, mint az egész üzlet. Valaki, aki ott elrejtőzködik, reggeltől estig játszhat különféle gyerekjátékokkal, amíg csak ki nem jön. Ott bent nem unatkozik, érted? Amíg csak ott bent van. Beválthatod a alkalmat. Jó mulatást, bomba. Nem vagy képes kinyitni ezt a... Tanner... Tartsd így. Kapcsolt ki ezt a macskát. A fejem. Csönd!
magukat. Mint kollégák, mondhatnám, mint barátok. Az értesülésünk egész biztos. Hollai kapott kenőpénzt is. Azok pénzmosóként is alkalmazták. 3000 márkát már beváltottunk neki. Bocsáss meg, erről semmit se tudtam. Nem is beszéd téma. Igazán nem is tudom. Mondtam neked mindig, hogy ez az egész föld alatti tevékenység egyszer nagy kellemetlenséget okoz, és az ilyen machináció büntethető. Nekem erről más a véleményem. De nekem nem. Simánszki felügyelő. Aj, ugyan, kérlek. Sajd abba a magázást. Megittem egy üvegsört, jól van, és most mit csináljak? Próbáld meg Hollaival felvenni a kapcsolatot, de az előírások szerint. Csak 19 óra 20 után lehet. Tudom. Na és? Annyi időt várjak? És talán az egésznek semmi értelme. Mit mondtál? Semmit. Az előírások szerint, ahogy akarod. Na hát szörnyű. Nem benső gyerek. Nem gyerek. Ha? Így egy kicsit jobb. És most? Világos. Tessék, 2-6-os. Ezzel a készülékkel. Tegnap este ott a kaput, de nem jön neki megjavítani. Nem tudtad hamarabb mondani, még van benne 20 fenig, azt is számolt hozzá. Figyelj, Hannelore, ne kéresd magad! Én mondom neked! Kirtok a srác! Szolos, de eltaksz, nagyon jól néz! A haja fekete! Mindenre hajlandó! Hannelore, azt mondtam neki, hogy jössz! Lefestettem a domborzatodat! Alig várja, hogy kezelésbe vegyen! Na, ne hülyéskedj már! Hannelore, Péter csak bolondozik, de a hangulat szuper. Minden optimális. Hidd el, Hannelore. Egyáltalán tudjátok, hogy Hannelore kívánja. Mi van, mit akar így? Hannelore, világos választ. Jön vagy nem jön? Oké. 10 perc is a diszkóban lesz. Na hát, el innen, ez mindenek a teteje. Nekem is meg kell beszélnem egy randit. Az ajtót. Gyakran csinál ilyet? Igen, házasság közvetítő vagyok.